Húsz éve hagyománya kiskörösi gondűző borlovagrend számára, hogy már tonnap környékén megkóstolják az elkészült új borokat. Ehhez kapcsolódik a borlovagrend mottója. A kóstold meg az új boromat, amely egy rendezvény nevét is viseli. A már tonnapi vigasság keretében megrendezett eseményen a borlovagrend és kiskörös város hegykössége borkóstolóra várja majd az érdeklődőket november 13-án a doktor Kuti szőlészeti és borászati Kft. Mediterrán pincészetében. Erre a bor kóstolóra, bor bemutatóra csak új borokat szabad hozni, és ott szakmai stáb, ö, ö, nagy felkészültségű borászok, szőlételemeztők, bolovagrendi tagok ő, bírálják vagy kóstolják a borokat. A szervezők még az esemény kezdete előtt várják az érdeklődő termelők borait. 8 és 9 óra között várjuk a termelőktől, a cégektől az új borokat. Aki virálatra hozza a borait, attól három palackot kérünk, lehetőleg címke nélkül, mert a, mi azt szeretjük, hogy név nélkül csak a fajtát kívánjuk, Megnevezni. A program 9 órakor egy reggelivel kezdődik, amit 10 órakor egy megnyitó követ, ahol vallási vezetők hálaadást tartanak az új borokért. Fél 11-től pedig megkezdődik a borok bírálata, melyeket név nélkül fognak értékelni. A szakmai értékelést többek között borlovagrendi tagok és borászok végzik majd. A környékbeli borlovagrendeket mindenképpen meghívom, sőt, tehát a hajós bor ö, vidékről is hívok meg, bírálókat, Dunántúrról is lesznek, megígérték már, és hát a környékbeli borászatok szakemberét várjuk. A vizsgált borok tartalma a novemberi időszakban még korrigálható, így szakmai szempontból is segítséget nyújthat az esemény a borászoknak. A program egy közös ebéddel zárul.